mit csinálják? Engem nem érdekel Leó bácsi a politika, engem csak a színház érdekel. A Gyergyószent Miklósi Baltaboróka alakításában láthatta a gyulai közönség a Lola Blau című Georg Kreisler monomusicalt a Várszínház kamaratermében. Az egy színésznőre és egy zongoristára írt zenés dráma címszereplője a 30-as évek végi Ausztriában próbál érvényesülni zsidóként. A darabot a szerző feleségének írta, az előadás pedig azért is különleges, mivel azt a színésznő férje, Béres László rendezte. Nagyjából ebben a korban, a 40 körül a szereplőnek az életkora is ehhez köthető, jut eszébe a színésznőknek, hogy igen, ez egy kihívás. Tehát egy kihívás megmutatni, hogy mire vagyok képes, mit tudok, hiszen egyedül a színpadon, majd másfél órán keresztül fenntartani a nézők figyelmét nem könnyű. Ez egy valódi megmérettetés. A színésznő rendezőházas pár Szép Andrással, a kolozsvári magyar opera zongoristájával kiegészülve mintegy 4 év alatt 5 országban mutatta be a darabot. Barta Boróka a kézjegyben elmondta, a műszínészi pályájában azért is jelentős, mert még Marosvásárhelyen színész tanulóként látta először. Már akkor megfogalmazódott benne, hogy egyszer eljátszaná a szerepet. Ez a színésznőknek a sorsa, ami számomra nagyon érdekes, vagy nagyon érdekel, vagy érint engem személyesen. Ez a kiszolgáltatottság, a hányódás, az, amikor az ember nem rendelkezhet a szakmai sorsa fölött, hanem vagy van szerencséje, és úgy alakul, vagy pedig nem. Tehát, hogy a tehetség az csak egy nagyon pici dolog ebben a történetben, hogy ki lesz sikeres, vagy ki nem. Hogy éppen jó helyen van az ember, jó időben. A műsorban a színésznő beszél továbbá arról, hogyan élte meg gyermekként a romániai kommunista elnyomást, és hogy milyen az erdélyi magyar színjátszás helyzete ma.